Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok. Ebben a videóban a Cascadia című játéknak az egyszemélyes előkészületét fogom bemutatni, majd pedig egy végigjátszást. Lássunk is hozzá! Nos, mit érdemes tudni a Cascadiáról? Mindenek előtt a játéknak a kiadója ugyanaz, mint a Kalikónak, sőt, a játéknak a mechanikája is nagyon-nagyon hasonló, ugyanis ez is ilyen lapka lehelyezős játék. Meg van spékelve egy ilyen token draftolással. Ahogy láthatjátok, Beth Sobel neve ismét feltűnik. A Kalikónak szintén ő volt a ugye művész, aki a grafikáért felel, aki a grafikát készítette. Viszont a Kalikó videójában említettem, hogy talán a Cascadiának ugyanaz a dizájnere, mint a Kalikónak, viszont ez nem így van. A Kalikóé Kevin Rush, remélem jól mondom a nevét, a Cascadia esetében viszont Randy Flynn, úgyhogy nem ugyanaz a designer, de ettől függetlenül nagyon hasonló a két játék, úgyhogy nézzük is. Na, egyébként a grafika tényleg szép, amint láthatjátok, tehát azért Beth Sobelnek a munkássága tényleg nagyon szép, ez a kis jávorszarvas, szép hegyvidék. Na, de hát ebben a játékban pont erről lesz szó, hogy láthatjátok, itt vannak a tokenek, mindenféle ilyen élővilágot szemléltetnek, mármint azokat az állatokat, amik ezek az élővilágban vannak, lesz majd sólyom, róka, lazac, medve, jávorszarvas. Vannak nekünk ilyen élőhely lapkák, ezekből is többféle fajta. Mindjárt megmutatom. Akkor vannak nekünk ilyen kis toboz tokenek, a pontozó tüzet, ez majd a játék végén kell, akkor van benne pár kártya, akkor itt vannak ugye ezek a kezdő élőhely lapkák, amikkel majd kezdünk, ezeket megkeverjük, akkor véletlenszerűen választunk egyet. Egyiket a játék 1-től 4 főig játszható. Jó, legyen ez. Van egy ilyen kis zsákunk, amit meg tudunk használni. Szabályt ide teszem magam mellé, hogyha majd szükség lenne rá. Ezért még új a játék. Na, majd rakjuk ezeket a tokeneket. Egyébként ezek egész jó minőségű fa tokenek. Láthatjátok, tehát ezek a vadvilág élő lényeit fogják szimbolizálni. Berakjuk a zsákba. Ez lesz itt a kezdő élőhely. Akkor kell nekünk még egy tároló, ahova a tobozokat berakjuk. Ezt csak ide teszem oldalra. Ez mondja, hogy ezeken a kártyákon vannak rajta a pontozó feltételek. Hát azt nézem, hogy hasonlóan egyébként a Kalikóhoz, ha megnézitek, a szabályrendszer is teljesen hasonló, tehát nem véletlenül gondoltam én azt, hogy ugyanaz a designer, még ha tévedtem is. Ebben is van egy ilyen szóló szenárió, tehát ilyen egyszemélyes szenárió, bár itt azt írják, hogy ez akár 1-től 4 főig is végig lehet játszani, ahol ugye egyre nehezedik a játék, és itt megmondják, hogy mi a cél, most jelen esetben 80 pontot kell majd elérni, és hogy mely pontozó kártyákat használjuk az egyes élőlények, vagyis állatok esetében. Na, akkor a grizzlynél az A, egyébként ha megnézitek, van több is, mondjuk nekem ez most az ilyen Kickstarteres plusz kártya, tehát összesen 4 lenne, valószínűleg a 4 lesz a dobozba azoknak, akik nem Kickstarterről rendelték. Itt van a jávorszarvasnak is egy A, akkor egy róka, szintén az A, és akkor a sólyom, végül a lazac. Azt hiszem az az utolsó, igen. Igen, ezek ilyen, ez családi változathoz van, ez pedig a Kickstarteres promo lapoknak a leírását tartalmazza. Na, úgyhogy többire nincs is szükségünk, azt most visszateszem a dobozba. Erre sincs most már szükség, szerintem, legalábbis bízunk benne. Azt mondja, hogy én szerintem ezeket
Én ide fogom rakni. Tehát itt lesznek majd a... Ez majd rendesen látszódjanak. Ezek a célkártyák, úgymond, vagy hát pontozó lapkák. Majd a végigjátszás során azért ezeket el fogom mondani, hogy mi mit jelent. Így. Ott még látszik. Na, mindjárt megnézzük, hogy lesz a legjobb. Azért ide fog elleni hely. Na hát, rengeteg lapka van. A játék szabály azt mondja, hogy játékosonként 20 lapkát kell, plusz 3-at, és egyszemélyes játék esetén annyi lapot kell, ilyen lapkát kell használni, mint hogyha ketten játszanák, tehát összesen 43-at. Hát akkor 1, 2, 4, 6, 8, 10. Próbálok ki mindenhonnan, hogy azért keverve is legyen valahogy. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ebből is még 2, 4, 6, 8. És akkor innen még 2, azzal 10. Akkor ezzel már megvan a 20-20. Ide rakom. És még kell 3. Rakjuk így ki. A többire most nem lesz szükség. Lehet is vissza a dobozba. Valamint még egyet ki kell húzni. Így. Mindegyik alá kell majd egy ilyen token, amin van egy állatka. Ugye ezek a élőhelyekhez meg, hát úgy hívja a játék, hogy wildlife, tehát ilyen vadvilág token, amin maguk az állatok vannak. Na. Azt nézem, hogy én szerintem hát egy kicsit, hogy jobban el lehessen látni, mert akkor erre fogok lehet majd építkezni. Akkor ezeket, hát ezek jó lesznek így itt szerintem. Bízom benne, hogy jól látszanak. Jó. Szerintem jó lesz. Itt lesz a zsák is. Na, hát ennyi volt az előkészület. Amit láthatjátok, nem olyan nagyon bonyolult játéknak tűnik, és nem is az egyébként, tehát egy nagyon egyszerű játék lesz, gyors előkészületekkel, hisz szokásomhoz híven megint sokat beszéltem, elnézést ezért, úgyhogy én szerintem nézzük is a játékot. Egyébként a játék gyors lesz, tehát tényleg ez egy gyors, könnyen játszható játék, majd meglátjátok. Na, de nézzük is!